Nagy szeretettel köszöntöm stúdiónkban Varga Kata színésznőt. Nem sokára a nőnap közeledik, és ebből az alkalommal készítettek egy előadást, egy elég rendhagyó előadást, Hova jut a nő címmel. Ha már így az elején ezt megkérdezhetem, akkor mire utal ez a cím? Az előadásban a nő az a teremtésétől kezdve szerelmi és házassági történeteken keresztül jut el napjainkig. Én pedig Budapesttől jutottam el Párizsig, és Párizsból újra hazajöttem. Ez a kettő együtt benne van a címében. Egyébként azt hallottam, hogy külföldön indult ennek a darabnak a története. Mesélj egy kicsit erről, mennyi időt töltött külföldön? Én körülbelül 14 évet töltöttem külföldön, mert véletlenül, mikor kaptam egy 3 hónapos ösztöndíjat, kimehettem Párizsba. Az nem volt véletlenül, mert azt kértem az ösztöndíjat, és azért kértem, mert tanultam franciául gimnáziumban, aztán közgazdasági egyetem nemzetközi kapcsolatok szakágazatán. Az se volt. Igen. Innen hogy került közel a színészethez, mert elég távolnak. Én mindig színész akartam lenni, csak az apukám követelte, hogy egy másik szakmát is tanuljak. És így az apukámnak köszönhetem, hogy elvégeztem a közgazdasági egyetemet is, és hogy ott meg francia volt a második nyelvem, és amikor színész lettem, mert aztán elvégeztem persze a színművészetit is, akkor, amikor színész lettem, akkor gondoltam rá, hogy ezzel a francia nyelvtudással jó lenne megnézni Párizst, és sikerült egy 3 hónapos ösztöndíjjal eljutnom, és megismerni Jacques Le Coq-nak nemzetközi színésziskoláját, ahol tanulhattam 3 hónapig, és akkor ismertem meg egy francia grafikus művészt, aki később a férjem lett, és nem terveztem soha, hogy külföldön éljek, de valahogy beleestem ebbe a csapdába, vagy örömbe, nem is tudom, és így aztán 14 évig éltem Franciaországban. Ebben a darabban népmesék, népdalok és néptáncok elevenednek meg, és ezen keresztül mutatják be a nő történetét, majd erről beszélünk részletesebben. Hogyan lehetett ezt külföldön megoldani? És egyáltalán a magyar népművészetet hogyan fogadták a párizsi nézők? Az az érdekes, hogy tulajdonképpen már sok anyagot, magyar anyagot megtaláltam gyönyörű francia fordításban. Például magyar népbaladákat Paul Soló fordításában találtam. Aztán, amikor a svájci társam, rendező, dramaturg társam, aki segített ennek a szerkesztésében, mondta, hogy de hát ez rettenetes, hallgatja itt a dalokat, amiket úgy nyersben lefordítok neki, zongorán játsszuk, mesélem a történeteket, miről szólnak ezek a mesék, balladák, dalok. Ez mondja, tragédia, szomorúság, hiányérzet, miért, hogy van ez? És aztán mondta, hogy ha nehezen találok vidámat, menjek el a Bóburba, a Pompidou központba, és az ottani nagy könyvtárban keressek fordításokat, találjak valami vidámat is. Ennyire sok a szomorú magyar népdal, népmese. Tulajdonképpen igen. Igen, igen. Ez úgy érdekes volt onnan Párizsból látni ezt, és ez igaz, hogy több a szomorú, mint a vidám, ha bár megvan a népi humor, a népi furfang, de ha a szerelmi történeteket nézzük, akkor rengeteg a akkor szomorú. Megpróbálták inkább a vidámokat kiválasztani, de és vagy tulajdonképpen van vegyesen? Sajnos, végül, ha nézzük az előadást, akkor ami szerelemről és házasságról szól, kiderül, hogy a szerelem az, ami majdnem mindig hiányzik, mert a népdalokban elképzeli a szerelmet, ahogy harmóniában látják a fiatal szerelmesek, amit szeretnének. Utána pedig a balladákban tiltott szerelem, a szerelmesek tóba ugranak, mert nem lehetnek az egymáséi. Az asszonyt a férfiak beépítik a várfalába, a hamuját, hogy ne omoljon le a vár, és így áll, sikerül az építkezés, a nő áldozat, illetve segítőtárs a férfiak munkájának az eredményességében. Szóval tragikus történetek jelennek meg. És utána humoros történetekben is összeveszik a nő a férfivel,
kútba folytja a feleségét, kútba akarja dobni. Hát ezt lehet humorosan kezelni. Lehet, de... és akkor jön a humor, persze, próbáltuk humorral, aztán van olyan balada, amiben megcsalta a feleségét, megcsalta a feleség a férjét, és elégeti a férjezért. Hát ez elég tragikus. És próbáltunk keresni vidámabb történeteket. Helta Jenőnek a Piroska és a Farkas feldolgozását találtam, amivel zárul az előadás, és eljutunk tulajdonképpen napjainkig a történetekkel. És itt nem a farkas eszi meg a piroskát, hanem piroska falja fel a farkast. Ez és a farkas az már egy mai... Ez egy elég egyedi befejezés valóban. Gazdag úriember! Arról meséljen egy kicsit, az nagyon érdekelt, hogy zeneileg hogyan tudták a francia művészek prezentálni ezt az ilyen egyedi Igen. magyar népművészetet. Igen, ez érdekes volt, hogy zenészeket kerestem, és például találtam egy harmonikást, gondoltam, beszélgetünk, és szeretnék egy hegedűst találni mellé. Eljött a randevúra a harmonikás, de azt mondta, hogy ő csak akkor játszik, hogyha az ikertestvérével játszik, mert ők az egész életüket együtt élték le. Tehát két harmonikás szerződtettem. Mind a ketten harmonikások voltak. Ez volt a Tempo Szlávia együttes, szerb származású francia együttes. Utána őket váltotta ráérés szerint a Lulucsin együttes, ott pedig megint más zenei hangzás volt, mert nagyon érdekes, finom hangzású fúvó hangszerrel játszottak, balalajka volt szintén egy másfajta hangszer. Tehát egy picit át is dolgozták azért. És tulajdonképpen áthangszerelték a magyar népdalokat, népbaladákat természetesen tiszteletben tartva, de áthangszerelve az ő hangzásvilágukban, és akkor, amikor pedig zenére más szövegeket meséltem, vagy a zenék különböző hangulatokat, ritmusvilágokat fejeztek ki, akkor megengedtem nekik, amit ők szerettek volna, hogy szerb zene is elhangozzon, mert ők eredetileg a saját szerb népzenőiket játszották, és így szerb, francia, magyar előadás született Párizsban. A közönség hogyan fogadta a magyar művészetet? És abszolút nagyon-nagyon szerették. Teltházzal ment az előadás, amikor játszottuk, vagy nagy színházakban, a díszletében, vagy pedig kisebb helyeken, intimebb közegben, kávéház színházakban is. Úgyhogy tulajdonképpen mi az előadás lírán keresztül, drámai részleteken át jut el a humorig, tulajdonképpen tomboló nevetés volt mindig az előadás vége felé már, és olyan energiákat fedeztek fel a sok tragikus dolog ellenére, valami olyan életvágyat és szerelemvágyat éreztek, ami őket vitte magukkal, és ezt talán pont így azelőtt nem élték meg, de ugyanakkor a balladák, ha jól megnézzük, illetve ott beszélgettünk róla franciákkal, tulajdonképpen ezeknek a balladáknak, a magyar baladáknak megvan a francia megfelelője, vagy volt berber barátom, algériai berber népdalok között megvan a mi magyar népdalainknak a megfelelője. Tehát az a történet megjelenik. Igen, ugyanott, igen. Nagyon igen, érdekes. Igen. Ha egy kicsit áttérünk arra, hogy mi is a történet vezetésének a fonala, a dramaturgiája ennek a kis előadásnak, vagy performance-nak, nem tudom, minek nevezhetnénk, akkor a női útkeresést látjuk, azt, hogy a történelmi időkön keresztül hogyan alakult a nők szerepe. Miért tartotta fontosnak, hogy erről beszéljen, hogy ezt mutassa meg? És egyébként milyen volt régen a nő, és milyen most? Az az igazság, hogy a célom nem volt az, hogy ezt megmutassam. A cél az volt, hogy népdalokból és népi szövegekből egy összeállítás szülessen. De rá kellett fűzni egy fonálra, nem össze-vissza elburjánzani, hogy a nézőnek is legyen benne egy logikai öröme. Ebben segített a svájci dramaturg. És így leszűkült a szerelem és a házasság témájára, és azon belül pedig tulajdonképpen nagy szerepe van a svájci dramaturgnak ebben, hogy ő találta ki ezt, hogy a nő teremtésével kezdődjön, ahogy azt a parasztok Biblia átirata mutatja. Nem mi szerint a nőt
nem az ember oldal bordájából, hanem a kutya farkából teremtette az Isten. Majd az előadáson hallhatják a nézők a történetet. Tehát ezzel indul az előadás. Utána a következő részben olyan népdalok vannak, amik szerelmi vágyakat fejeznek ki, mutatnak. Utána a következő részben azok a balladák, amik azt mutatják, hogy hányféleképpen nem valósulhatott meg a szerelem, nem valósulhatott meg a szerelmi házasság, milyen érdek és kényszerházasságok voltak, és milyen áldozatvállalások, persze milyen felemelő célokért írottak ezek a balladák. És utána jön a lakodalom, és a lakodalom után a Téka Együttes fantasztikus, autentikus népzenéje kíséri a mostani előadást, CD-ről, CD felvételről, ami a Budai Fonóban készült, és ez a nagy Téka Együttes által játszott és csúlyogatott lakodalom után sorakoznak fel a házassági történetek. Ebben a bizonyos nagy szoknya díszletben, ahol a szoknya hol tűz, amiben égetik az asszonyt, hol kút, amiben belefolytják, és a feudalizmus kori történetekben inkább a férfi, macsó uralom van, valahogy úgy sikerült válogatni, úgy sikerült találni, olyan anyagok vannak, és olyan volt az élet, hogy a nő inkább áldozat volt, illetve adta magát, és a férfi irányított, és eljutunk máig, a mai történetekig, ahol a nő veszi kezébe a hatalmat, és a szoknyás nőből nadrágos nő lesz, és a piroska megeszi a farkast. Pontosan erre akartam rákérdezni, hogy hogyan változott akkor a női sors. Régen áldozat volt, ma meg már az emancipált nő szerepet láthatjuk. Igen, vannak férfiak, akik azt mondják, hogy most már a női emancipáció után a férfiak kezdenek harcolni az ő emancipációjukért. De ez a díszlet egy kaloda is tulajdonképpen, mert a mennyasszonyi szoknya óriási, amiben szintén a nő szinte bele van szorítva, amiben nem tud szabadon táncolni, és tehát annak ellenére, hogy van, amikor a végén már a nő az, aki uralja a férfit napjainkba, de még akkor is valahol a csupasz, lecsupaszított szoknya, vagyis váz, a szoknyát, mikor lebontja a nő az előadás alatt, alatta csak a váz marad. És akkor is, amikor a nő uralja a férfit, tulajdonképpen akkor is egy rács-szerű szoknya börtönben van. Mert ez sem megoldás. És végezetül még egy dolog, ami nagyon érdekes. Mennyire mond véleményt ez az előadás, vagy pedig csak bemutatja ezeket a szerepeket és a szerepeknek a változásait? Tulajdonképpen véleményt nem mond, mert vagy humorral megírt szinte viccszerű népi történetek, vagy a balladák, ezek valamilyen módon felemelő, mert kiutat keres, de a kemény valóságot írja meg. Tulajdonképpen nincs benne kritika, hanem ahogy a egyik történet a másik után születik meg, talán a nézőben megszületnek a gondolatok, és a vélemények, és az ő vágyaik, és az ő nevetésük, és az ő szerelmük, vagy a szerelem hiányuk. Nagyon izgalmas lehet ez a műfaji keveredés, és ha már itt tartunk, mondjuk el a nézőknek, hogy mi az a következő darab, amivel készülsz. Hát a következő az majd március 12-én lesz, ez március 7-én, és március 12-én pedig János Vitéz előadás lesz. Most a Hova jut a nő a Fővárosi Művelődési Házban, és a János Vitéz pedig a Holdvilág Kamaraszínházban. Akkor mindenki szeretettel várunk a János Vitézre is, és még ezen a héten a Hova jut a nőre. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm.